Feszti Árpád Krisztus temetése című monumentális alkotása hamarosan újra a nagy közönség elé kerülhet. A hármas kép évtizedeken át hevert az Aradi Múzeum raktárában, míg nemrég kicsomagolták. Restaurálása után eredeti helyére kerülhet vissza. Művészettörténeti pillanatnak számított Aradon, amikor nemrég kibontották Feszti Árpád triptihonját és letekerték a hengerről a 13 méter hosszú és 4 méter magas remek művet. Az egyike Jézus kereszt halála látható, a másikon a temetési menet, a harmadikon pedig a sír a földre boruló Máriával. Most már lassan alig van élő ember, aki ezt már még látta. Sokan nem is tudták, most olyan óriási revelációként hatott mindenkinek, hogy ó, hát ilyesmi van itt Aradon, és hát ugye senki nem tudott róla. Az Aradi Kölcsei Egyesület már 1990-ben az újraalakulása után zászlajára tűzte a triptihon közkincsét ételét. A méreteinél fogva is lenyűgöző alkotás 1913-ban került Aradra. A Budapesti Szépművészeti Múzeum ajándéka volt a kultúrpalota megnyitásakor. Az 1950-es évekig volt látható. Az 50-es években a szocialista realizmus és a proletkult irányzatok voltak a román művészet hangadói, ezért a vallásos témájú alkotás nem illeszkedett a párt ideológiájába, és letakarták. Később 1977-ben levették a kiállítóterem faláról, és a múzeum raktárába száműzték. Ennek ellenére a műalkotás jó állapotban van, minimális restaurálás szükséges. Alapos felmérést végeztünk, ilyen ideiglenes konzerválást és leragasztást készítettünk el, és felmértük az állapotát, hogy tudjuk megcsinálni a restaurálási terveket. Amíg ezek elkészülnek, a remekmű darabjait külön csévéken tárolják. Helyreállításában magyarországi és romániai szakemberek is részt vesznek. A tervek szerint a triptihon eredeti helyére kerül vissza az Aradi Kultúrpalotába.